Sziasztok! Visszatértünk egy csereberével, ami már 1000 éve volt, kb. 2018-ban csináltuk az utolsót, mert nekem nincs emlékem arról, hogy tavaly, amikor te kimentél, vagy azelőtt lett volna. Pedig előtte nagyon sokat csináltunk, mindenfélét cseréltünk, és ti is írtatok nekünk csomó dolgot, hogy miket cserélgessünk még. Viszont most kicsit visszatértünk az alapokhoz, és arra gondoltunk, hogy ruhákat és kiegészítőket fogunk egymásnak adni, amik így megfelelőek most az őszi időszakra, igen. És akkor egy hétig ezeket fogjuk hordani. Ja, mert még ennyit akartam mondani, hogy ugye visszanéztük most Pannival azokat a csereberéket, amit csináltunk, és én már el is felejtettem, hogy ennyi volt, szóval, hogy ez ilyen receptektől kezdve minden utált ruháink, az amúgy tök kreatív volt, abból gondoltam, hogy lehetne meg még egy. Az lehet. Úgyhogy ne, ezt kidobom őket. Igen, pont ez, hogy akkor majd addig. Aha. Ja, de akkor most nézzük ezeket az ilyen őszi kedvenc ruháinkat. Ja. Úgy válogattam a dolgokat, hogy olyan ruhák legyenek, amiket én nagyon szeretek, viszont te nem annyira szoktál viselni. És akkor a kiegészítők, az kettő főbe való lenne, mind a kettő ilyen gyöngyös. Uh-huh. Az egyik az ilyen nagy, igen, és a másik pedig egy kisebb verzió, ami egy kevesebb gyöngyöt tartalmaz és kisebbeket. És, ja, úgyhogy szerintem az illeni is fog az a ruhához, amit majd kapsz tőlem. Én azt szeretem az ilyen extra főbevalókat, és tudom, hogy neked meg nagyon sok főbevalód van, de általában ezek ilyen visszafogottabb darabok, úgyhogy... Igen, igen. Egyébként kíváncsi vagyok, de ezekben pont azt szeretem, hogy amikor olyanokat hordok, amiket amúgy nem hordanék, hogy rájövök, hogy ez is tök jó. Uh-huh. És nem tudom miért. Ha magamtól hordanám, akkor lehet, hogy nem jönnék rá, de így meg így igen. Én most pont egy olyat választottam, amit sose hordok. Uh-huh. De neked szerintem tetszeni fog. Valamint én nem azt is sosem hordok, hanem pont azért, mert ilyen nagy. Ez a főbe való. Úristen, ez nagyon jó. Amúgy mennyire vicces, hogy főbe valóra gondoltunk mind a kettőt. Igen. Ezt ilyen legfeljebb fotókhoz szoktam felvenni, mert egyébként kicsit nehéz és így lehúz. De majd megmutatom közelről, amikor hordom úgyis. Igen. Úristen, ez nagyon szép. Akkor jövök neked egy kabáttal, mert az most úgy is hasznosan fog jönni az őszre. Jó. Ez már ebben a stylingos videónkban is benne volt a sima barna blazerem, és őszintén nem emlékszem, hogy neked van-e ilyened. Nincs. Jó. Mert végig gondoltam, hogy ez már egy kicsit ilyen basic darab, de hogy nekem ez meg új, mert azért nem volt ilyen barna színű blazerem, és nem, annyira szeretem, úgyhogy... De jó, köszönöm szépen. Úgyhogy ezt szerintem... Feketén van, meg fehérem, meg sötétkék, de barna az még pont nincsen, úgyhogy ez nagyon jó. Egy hátizsák. Imádom ezt a táskát. És... Ez az a kánken, amit tehet így, hát én mindig hátizsákként hordom, de lehet táskaként is, hogyha így. Aha. Na, én meg így fogom, mert én a hátizsákokért valahogy nem vagyok odáig. És azért lesz nagyon jó. Egy kis pénz. Egy 20 000-es. Úristen, nagyon jó, Panni, köszönöm. Amúgy milyen szépen tisztán tartod, ez enyém nagyon koszolódik. Ezt amúgy ritkábban szoktam hordani, talán azért lesz tisztán, az amúgy egy pici tisztés. De... Hát ez nagyon jó lesz. Kínénem. Na, akkor a következő, ezt a darabot már ismered, mert forgattunk együtt a múltkor ezzel a ruhával. Igen. És ezt meg azért akarom neked adni, hogy felvedd, mert nem annyira szoktál hosszú ruhákat hordani, ugye? Azt mondja azért, hogy felvedd. Mármint, hogy... Tényleg nem. Szóval, hogy vannak hosszú szoknyáid, és vannak ruháid, de hosszú ruhátra nincsen róla emlékem, hogy így abban nem. Állok. Nem, ez tényleg nem nagyon úgyhogy akkor tessék. Köszönöm. És ez még a főbevalóval is van így. Hú, de jó. Meg ennek nagyon-nagyon tetszett a szabás. Igen. Is. Ez is érdekes, hogy amúgy így nincs ellenemre. Ez sem, meg ez sem, de hogy magamtól nem jön ennek. Krövi nekem az ez a melegítő nadrág, amit turkáltam. És amúgy hordtam is. Még nyáron turkáltam, csak akkor nem nagyon tudtam hordani. És szerintem nagyon különleges. Amúgy ez tényleg az is. Na ez... Azért lesz jó, mert ez pont olyan darab, ami rajtad mindig tetszett, és amúgy is tetszik, viszont nem érzem magaménak a stílust. Szóval ezért nagyon izgi lesz hordani. Szerintem fel is fogom majd egy sulis napra, hogy mindenképp kimozduljak benne, hogy még ezzel a fősorban is pont. Nem, hogy iszonyú kényelmes, szóval az a jó benne, hogy... Nagyon jó. Nem túl vastag, nem túl vékony, pont. Pontosan ilyenekre vágyok most. Ja. Na, akkor adok neked én is egy nadrágot, ami pedig ez lenne egy ilyen nagyon-nagyon bő szárú nadrág, és itt van egy ilyen öve, és ez high-waisted is, szóval nagyon jó, mert ilyen toppal vagy nem tudom, mivel tudod hordani, meg kiskabáttal, és ezt meg azért akarom adni, mert tudom, hogy neked is szóval nagyon sok ilyen bő farmered van, meg minden, de ahogy nézegetem a farmerjaimat, ez az, amit így soha a világért se adnék el, szóval hogy nagyon-nagyon szeretem, mert ilyen nagyon kényelmes, és azért, mert nagyon jó ilyen alakot csinál ezzel az övvel amúgy. Szóval, hogyha egy ilyen toppal rajtam, vagy ilyesmi, akkor tényleg nagyon szeretem. És
A másik, amíg gondolkoztam, az egy pont olyan színű gatya, ami most rajtad van, szóval örülök, hogy így végre ez lett. Jó. Úgyhogy... Amúgy igaz, vannak bőrnadrágjaim, de szerintem ilyen pont nincsen. Mármint egy ilyen szabású. Úgyhogy, ja, erre kíváncsi vagyok. A kabát. Ez nagyon érzés, hogy sem megjelenem. Olyan vastag, mint az a blazer, amit te adtál nekem, úgyhogy egy estére jó, vagy bármi ilyesmi. És ezt nagyon szeretem, mert olyan, mint egy pókróc. Hogy ha felveszel valamit, ami az illik, és ki magadra borítod, nagyon amúgy nagy. Amúgy ez izé, szerintem ezt neked pont tavaly óta van meg, és én még nem is láttam így. Igen. Mert akkor nem voltam, igen. Aj, nagyon jó, Fanni, köszönöm. Remélem marad a hideg a hétre. Jaj, nagyon jó. Az estékre. Na, viszont, hogyha nem marad a hideg, akkor van neked egy darabom. Ami ez a ruha lenne. Emlékszel, hogy ezt már hordtam? Vagy nem, nincs olyan emlékem? Van emlékem. Van így az, amikor megtettek a kopaszigát. Igen. Akkor így a karanténból kiszabadulva. Szóval, mert hogy ezt van, lehet venni simán, hogy egy hosszú jó valami van, például fehér hosszú, vagy ilyesmi. Aha. És akkor itt egy kicsit ilyen felvágott, de szerintem nagyon jól néz ki így a mintája, meg a színe, szóval... Aha, ez nagyon kíván. Akár, hogyha hidegebb lenne, ha is nyelvad, de amúgy még nincs olyan hideg egy hosszú uh-huh. jóval, szerintem. Még szerintem pont jó egyébként, majd most is 26-27 ja. fokok vannak, úgyhogy... Igen. Jó, ez nagyon néz ki. Igen. Nyomó lesz. Az én utolsó darab, az pedig egy cipő. Na! Méghozzá ez. Úristen, nagyon jó! Ja, a cipőre nagyon szeretem. És én is, ez a Fenty, mondta egy Puma Fenty kollaborációból van. Ja, és nagyon szeretem, nagyon kényelmes, olyan menő. Oké, akkor találkozunk egy hét múlva. Igen. Szóval el is telt pontosan egy hét, kicsikét több is, úgyhogy tovább élvezhettük egymásnak az utcait. És akkor most jöjjön a kiértékelés, meg ugye a vágófelvételek arra, hogy miként viseltük őket. Jó, oké, és lássuk. Nagyon élveztem. Nekem az első dolog, amit felvettem, az ez a ruha volt. Igen. És ezt úgy vettem fel, hogy úgy volt, hogy ki fogok mozdulni otthonról, de végül nem mozdultam ki otthonról. De felvettem egy videót, amit aztán nem raktam ki, mert nem tetszett. Nem volt egy sikeres nap, de aj, hogy nem láttalak ebben, úgy én akartalak volna látni. Hát, hogyha szeretnéd, akkor még nálam maradhat, és akkor látod benne. Mert egyébként nagyon tetszett magamnak benne, igen. Nagyon-nagyon kényelmes volt, tök jó anyaga van, meg tök jó ez a fekete-fehér valahogy így. Ja, nagyon-nagyon király volt. Örülök, hogy tetszett. Úgyhogy köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Amúgy most én is mivel új még várom, hogy hordjam, mert pont az volt a múltkor, hogy néztem, hogy amúgy hol van ez a ruhám, és így jaj, jól adtam a pandinak, és volt pár ilyen dolog, ami pont így hétét, hogy így amúgy ezt így hol adtam. Amúgy van végig az összeset, és akkor utána még is elmondom. Jó, oké, és aztán a következő, amit hordtam, azt láttad is rajtam. Igen, az, igen. Ez a ruha volt, amit nagyon tetszett, hogy kombináltam, és ugye ebben fotóztunk is. Pont ezzel a felsővel vettem fel, ezzel a garbóval, ami most az ingem alatt van, és egy övvel, meg ékszerek, minden, úgyhogy nekem nagyon tetszett. És nagyon jól nézett ki, hogy... Egyébként nem szoktam ilyen mini ruhákat hordani, de jól esett. Na, örülök. Szerintem azután vettem fel ezt a nadrágot. És nagyon kényelmes volt, és olyan jó, mert ezt pont úgy vettem fel, hogy csak elmentem, hogy beüljek egy kávézóba, olvasgassak, intézgessem a dolgaimat, egy ilyen felsővel, meg egy nagyon kényelmes kardigánnal, felkantyolt haj, minden, úgyhogy nagyon jó volt. Szóval a blazerrel kicsit gondban voltam, egyébként volt egy nap, amikor majdnem felvettem, de egyszerűen nem tudtam mivel összekombinálni, mert valahogy pont ez az árnyalat, ami van ennek a... Mert hogy ez a bézses árnyalat. Ehhez a nadrághoz pont nem megy, mert ilyen más. És így nem tudtam megtalálni azokat a színeket, amikhez menjen. Eltett egy fél óra is próbáltam felvenni, és nem tudtam, úgyhogy inkább nem vettem fel. És végül tegnap volt rajtam. Már sikerült hozzá való jó színeket találnom. Hát de akkor ez egy nagyon sikeres. Igen. Igen. Ja, és az utolsó. Az és a fülbevaló tényleg. Igen. Ami szintén egy nehezebb eset volt, mert hogy rájöttem, hogy ezt a fülbevalót nem lehet csak úgy hordani, és hanem ahhoz jól kell kinézni. És nem, én elmondanám, hogy már csütörtök van, és az elmúlt, múlt hét csütörtök volt, én nem sminkeltem, és nem csináltam magammal semmit, és ezért sose volt olyan, hogy felvettem volna, iszonyú hülyén nézett ki, mert amúgy meg így aha, úgy értem ki, mint aki most kelt ki az ágyból. Úgyhogy volt az első nap, hogy jól néztem ki, és ezért most adom a fülbevalót is. Jó, nagyon de szerintem ehhez a set ez nagyon-nagyon jól megy. Szóval elég jó. Ez az egyik legsikeresebb csereberink volt szerintem. Fanni is láttam, hogy konkrétan én egész héten minden ügyes nap az utcaiban voltam. Jó, a legnagyobb kedvencem az a táska volt egyértelműen, mert tényleg nincs olyan táskám, ami
ami olyan váltáska vagy hátizsák lenne, amiben kényelmesen elfér a laptopom, mert ugye mi van ilyen sima, ilyen kis műből táskám, hogy ha van a laptopom, akkor annyira nagyon lehúzza a vállamat, és ez hihetetlen kényelmes volt, minden tudtam belefért, imádtam. És szóval praktikai szempontból nagyon látom magam, ahogy ezt megtartom, úgyhogy szeretnék használni. Aztán a másik az a kabát, óriási nagy szerelem volt ez a kabát, mert hihetetlen kényelmes, és nagy, és tényleg sok felszer is egyben jól nézel ki benne, szóval nagyon-nagyon szerettem. És mindenki dicsérte. Szóval ezt is kihasználtam a héten, és megint ez volt rajtam. Igen, én mindig akárhányszor találkoztunk, ez volt. Igen, csak így látom bejött. Viszont az egyedüli nekem az, ami nem tetszett, az az, hogy nincsen zsebe alul, csak itt felül. Ja. És ugye én nem tudtam, én mindig szeretem a kezemet így zsebre rakni, amikor hideg van, és ugye most nagyon hideg volt, és ja. Az úgy kellett volna, de amúgy. De ezt nagyon szerettem. Aztán a fülbevaló, ezt meg anya szülinapján vettem fel még a hétvégén, és ez is nagyon-nagyon tetszett, meg ki is raktam benne egy ilyen sztorit talán, és így hát mivel írták, hogy honnan van, meg minden, úgyhogy nagyon tetszett az embereknek is, és ez nagyon jó volt. Egy pár óráig volt benne, hogy használ a fülemet. Hát hogy húzta, de hogy így pár óráig amúgy simán el voltam benne, szóval nem volt vészes, de nagyon-nagyon menő. Szóval a cipő, azt egyszer hordtam, nagyon-nagyon kényelmes volt, ugye a fűvész, szóval igen. A fűvészkertes napom. És nagyon kényelmes volt, meg pozitív volt, csak valahogy a színek az, amit nem érzett magaménak, és egyébként ez a zöld tetszik, a sárga is tetszik, de hogy együtt a kettő, az vagy olyan volt, hogy így csak téged látlak benne, mert hogy rajtad látod ezt a cipőt, és nem magamat. Úgyhogy a cipő az olyan, hogy így tetszett, hordtam, de hogy visszaadom. Na és a gatya, hallod viszont a gatyát, az volt, hogy pont én is egy kávézós napra akartam felvenni, és akkor úgy volt, hogy fel is vettem, de aztán levideóztam, hogy konkrétan annyira nagy volt rám, ja, hogy nem tudtam benne meghúzni. Nem, mert ugye ezt így eddig tudod húzni, és egyszerűen még úgy is az volt, hogy így, hogyha elengedem, akkor így lehajlott, és így elengedett. De fura. És igazából nem az volt, szóval kényelmetlen volt, mert úgy voltam benne, hogy amúgy így még elmennék, csak kényelmetlen, mert tudod, amikor azt érzed, hogy így most bármelyik pillanatban amúgy így lejjebb csúszhat, vagy leeshet. Szóval azért pedig amúgy gondolkoztam már, hogy így. Szóval nincsenek köztünk olyan nagy méretbeli különbségek is, így nem tudom, nem, hogy amúgy az igaz, hogy most mondod, hogy azért rám se szűk, szóval, hogy igen, gondoltam. Nekem is az van, hogy így meghúzom, és akkor úgy jó. Igen, igen. Aztán lehet, hogy pont ennyit számít nálam. Ja, ilyen pár centi, nem mindegy, úgyhogy. Úgyhogy ezt végül nem vettem fel, mert úgy voltam vele, hogy amikor még leessen a kávézón közepén. Na mindegy, hát de felvettem nem. Annyira, hogy felvegyek róla a vágóképet, és ja. És igen, és azért is amúgy úgy vagyok, mint a cipővel, amit mondtam is, ugye, hogy nagyon nem az én stílusom. Uh-huh. Viszont mivel meg ilyen kis kényelmes, meg minden, ezért kicsit úgy sajnáltam, hogy így. Szóval nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, és ugye írjátok meg, hogy ha szeretnétek még, és találkozunk a legközelebbi videóban. Igen. Sziasztok! Sziasztok.